aztán utána jöttem én. Mint ilyen váltó. De jól megy eddig, mert most... Akkor már 5 pályánál tartunk. Szóval ez egy kicsit más itt a Crash 2 egyébként, mert itt ilyen warpalós teleportás, teleport kapuk, vagy mi a faszomok vannak. Mondjuk ezek a teleport szobák miatt most így konkrétan miatt egy kicsit ilyen változatosabb talán a pálya. Ha úgy nézzük. Mert itt több fajta különböző pályákra mész. Esetleg az a jó, az jó megoldás lehetne, kicsit necces smelter skip. Mert akkor óvatosban kell tolnom, mert Old Demon Kingig nem lesz Bonfire. Hát, ja, az elég szar. Maga az Old Demon King az nem nehéz. Az nem nehéz, de mindjárt az is meg tud viccelni. Hogyha mondjuk nem figyelsz, azt szerintem te magad esel bele a lávába, mert az is előfordulhat egyébként. Itt az a gyakoribb, hoppá. Itt meg ilyen bombák vannak. Az is előfordulhat, igen, hogy itt a kis bombák, nem bombák, hanem hogy beleesel a lávába, mert aztán gyakoribb, mint hogy téged megölne az a szar. Mint az emberek többsége inkább a lávától halnak, mint a izé, mint maga a bossztól, mert a boss az maga nem is olyan tragikus. De szeretem ezeket a visszafelé futó játszós pályákat, mert viszont neki ezeknél egyszerű összegyűjteni a összes dobozt, legalább egyszerű emeráldot gyűjteni, meg egyszerű. Meg itt legalább a golyó konkrétan fogja a szép basszani nitró dobozokat is. Itt van a izé és a pistályka is. Tényleg pisti féleket már jó lenne. Pisti féleket, Mário. Na, tehát tőlem egy BL streamet. Én adnék egyébként. Én azért megnézném, figyelj. De legalább, mert tényleg, mert most mindenki hozzá van ahhoz szokva már, hogy izé, Gergőné és Erhárnál is, most esetleg nálam is, Imónál is. Mindenhol. 3, 4, 5, kell várjál most mindjárt. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Jó, megvan. Szóval mindenki arra van hozzászokva most, hogy ős fogják, és akkor ilyen tapasztalt szinten végigrohannak a játékon, meg minden, egy ilyen nagyon végig speedelik az út, hogy nem is erre kell menni. Most így kíváncsiak lennék egy ilyen tényleg ilyen egy kezdőnek a ránnyára is egyébként. Most én kíváncsi lennék tényleg egy ilyen ténylegesen kezdő embernek a utására, hogy tényleg mit tolna. Meg hát nyilván úgy készülnék, meg hát úgy állnánk hozzá, ha húbazd meg. Úgy állnánk hozzá a streamethez, hogy tudjuk jól, hogy neked ez az első ránod, és akkor nem várunk el tőled a nagy megváltásokat nyilván. Nem sikerült rámenni a izére. What? Anyádat. Ja, bazd meg, túlságosan lementem. Meg fogtam vissza, menekültem a izé. Vissza akartam szeretni a izéket, a gyümölcsöket. Mi? Na mindegy. Csak majd nem veszi fel a rákos raklóköcsög. Szétbassza, de legalább megvan az emerald. De szétbassza és konkrétan ott hagyja az összes cuccot, ami belőle kifolyik. Matthew, mert te kérted. Matthew, mert te kérted. Hát figyelj, én abszolút nézem egyébként. Többi Steam-em DS lesz. Lehet már a fia beszél belőlem. Limoncello, sör, pálinka, kétféle jégen. Mi a fasz? Ez komoly, komoly italmennyiség, bazd meg. Önszopató streamre egyébként megvan a jelöltem. Igen? Na melyik lenne az? Kíváncsi vagyok. Már 5 emerald megvan. Nagyon jó. Ó, most a...
Ripper Roo. Boss, megint Ripper Roo-zás van? Most jön egy boss fight-olás. Újabb Ripper Roo a első rész után. Nézd, milyen okos ember lett az a Ripper Roo. Már a egyetemet letette, már a diplomáját, és most már okos ember lett. Okos csöves. Nagyjából emlékszel a Kristófnak a streamjében még annak idején. Csak már... És inkább az alapkoncepcióra emlékszek, de arra, hogy pontosan hol kell állni, az arra nem. Arra, hogy hol kell most konkrétan álljak. Hát... Így a fasz. De jó zene viszont. Csak három értem a Ripper Roo-nak, hogy nem is olyan vészes. Iha. Hát az közel volt. Meg lehet végig a nyolcadik boss. Na gratula. Gratula Kristóf, meg nyomom a Ripper Roo-t. Túléltem, haha, legyőztem a Ripper, a Ripperról, Ripperónit. Na, nem is voltam rossz. Egy gyorsan meg volt, jól felhúzott. Itt gettezett a legkevésbé. Megszabadott meg a leginkább. Másik tájra nem volt rossz a progress szerintem. Progress felé jutottunk. Azt szerintem teljesen jó, két trájból. Ilyen ivós estét tartanak a haverral. Most ő kiment cigizni a kertbe. Na szép. A további jó szórakozás egyébként tényleg nektek. Jó italozást. Jó domcsikázás, az nem a fontos. Jó a halhatatlanság cheat, Chris. A halhatatlanság cheat, azt mondja. De pont, itt, de pont nem volt itt akkor a Gergő, amikor beszéltünk erről a defeszes témákról. Tényleg a... Ez a problémám egyébként a DS2-vel kurvára igazából, hogy az egyetlen egy olyan játék, amiben ha a füstkapuba belemész és bekapcsolja az animációt, akkor nem halsz. Nem kapcsolja be a halhatatlanságot, nem izél. Nem kapcsolja be az invincible-t, mert ott is meghalsz a geciből, ezt én utálom. Mi a fasz? Up? Pelepele! Mi a fasz? Felpele jut lehet menni. Ó, de köcsög, ott le is lehet menni. Fel, meg le. Lemegyünk, oda. Ott a pöcsöm, ott a pasom, oda. Ide gyertek srácok, ide a tököm, itt a pöcsöm, srácok. Látjátok milyen kis szép. Éppen dudorodik ki szépen a kis kék gatyám alól. Ó. Nem is vár még későr mára. Jó kéne futni. Így az én csak a gátra jutottam és leestem. Gátra jutottam és leestem. Ja, a Defressednél. Az volt a legjobb rész neked? Amikor Defresskel kezdett tolni. De a fejé sokan nézhet téged egyébként. Ha most már vakarja a fejét, végre vakarta a fejét. Végre bazd meg. Vakar már jobban a fejed. Már mindenhol kerestek téged. Crash. Szükségem oda, hogy megtaláld a valamit. Meg kell találni valamit. Ó, nézd már meg. A kis faszút. A kis faszú medve. Air Crash. Air Crash. Mi ez? Ó, interaktálni lehet. Ó, már most lehet váltani a kokeszra. Nagyon jó. És már lehet váltogatni. Nagyon jó. Nem a poizonelet, meg Ripa. Ugrálj rajta. Az igen. Szerencsétlen.
Kis maszki. Ez a Gergő egyébként. Ja, várj, de tovább ugrálj. Nézd meg, mi a fasz? Don't feel guilty about jumping on. Mi a fasz? Ne érezd bűnösnek magad, amiért ugrálgatsz a szerencsétlen maszkón, bazdmeg. És erre meg kapok be az egy 10 életet, hogy mennyit? Mi a fasz? Meg hat nagy öcsipentet. Ez kemény. Szerencsétlen bazdmeg, hát én érszem magam szarul. Milyen kutya, bántja. Bántja a medvét, bántja a Gergelyt. Ugye? Snowbiz. Show business. Biztos ilyen jeges maci gyűlölők lehetnek. Szerintem lehet. Ilyen kis angyaskös jeges macit meg megreállnak, bazdmeg, azt szépen kelljük baszni, szerencsétlen. Mondjuk itt emlékszem a Kristófnak a játszásába, hogy a jó ügyes anyád, hogy lesz ilyen hatalmas nagy jeges medve, aki majd üldözni fogja. Akkor mondta, hogy szotyi lesz a bablevesbe, akkor mondta. Amint szotyi lesz a bablevesbe, akkor volt az, hogy így üldözsz egy ilyen hatalmas, undorító, dagadt szar, zsíros geszű medve. Ilyen penészes medve. Hagyjál végként. Hagyjál. Mi van itt te? Halál. Na szóval... Szóval rád is még vár akkor, az igen. Szóval rád is vár még akkor. Mi? Itt nem mehet... Ja, bazeg, csúszni kellett volna. Mindig elfelejtem. What? Nem. Itt nem lehet izélni? Hát akkor hagyom a picsába akkor. Nem mehet bántani. Vagy én nem tudom. Szóval rád még vár még egyébként egy kis sör. Két dobos sör, jól hallottam, Gergő? Hát akkor egészséged neked a sörök urához. Íha. Is. Jaj ne! Azt figyeld! Hogy felmentem? Na. Rotten és sajnos nem jutottunk el. A Rotten. Rotten-dál. Notre-dál-ig nem jutottunk el. Ja! Az nagyon közel volt. Azért ez kicsit meredek. Meredek ez a rész. Na, hol vagy? Na szép. Hát inkább futni kellett volna. Ez is itt a izél. Le kell ugrani a szakadékba. Acsadék. Ez is egészen addig a pillanatig, tehát nem is lesz olyan tragikus egyébként. Itt se vesztek életet, azt hiszem, hogy ott bónuszpálya van, nem? Igen, nem. Szóval ugye, itt is addig a pillanatig lesz ilyen kis jóságporozás, amíg nem kell elkezdeni Slime-t rájölölni. Nem kell elkezdeni relikviákat gyűjtögetni, mert ott fog kagylákat kapni már megint. Mert bazdmeg a Crash 1-nél... Bazdmeg... Szóval a Crash 1-nél... A Sunset Vista, ott hererákot kaptam kb. Ami 4 perces az a szalos pálya. Ez kurva szar volt. Bazd meg! Ne gyűjtsd akkor, bazd meg! Ki kényszerít? Te bazd meg! Hát nekem meg kell a 100%, én akarom. Ez hülye. Ebben a Time-tél nagyon rossz lesz. A kettőbe? Alig várom. Nem, majd a háromba jó lesz. Úgy, tehát bazd meg itt...
A csúszkás, ez egy jól, jól hangzik. Ha tovább is azt mondom neked akkor, és akkor most iszod már a sört egyébként? Gergő. Egészséged, de neked a sörödhöz. Így az szépen mit iszol? Úrszucc iszol legalább, vagy valami, valami jó sört is iszol végre? Jajjaj. És utolsónál, bazzeg, nem hiszem, mert mint utolsónál halott meg. De hogy van néhány pálya, ami enyhén bagos. Bagos. Helyneken? Na. Jaj, normális sört. A végre. És itt van, itt maradt valami felkjel. Ja, ott van. Nagyon jó. Ú, az éppen, hogy... Megvan. Dreher! Milyen poshat ipát. Milyen kis poshat szar ipát iszik. Bazm! Verjem az ipájába. Az is jó, az a ipasör is. Igaz, én keveset ittam ipát, de... De nem, nem volt rossz az. Nem volt az rossz. Anyádat! Csak a Soproni! Azt mondja vele, csak a Soproni! Hát a Vera is küldi neki a söröket. Ő már szakértője a söröknek. De hány... Egyébként szoktál sört inni egyébként, Vera? Itt is valami titkos szar? Nem, nincs. Nem lehet szétizélni. De itt már ez a... Illa crash táj. Ott a vége. 125. Jézus. Hát mi maradt ki? Ennyi. Mitől maradt ki ennyi? Már megint elhagytam valami titkos helyet. Hát jó. Hogy tetszett a HR? Csak sört iszik, kapva azt mondja. Beadta a Tónit. Tónit. A Tónik Tóniát. Legalább megvan a kristály. Mondjuk ez alap. Alap, hogy meg kell lennie. Aircrash. Aircrash. Uha. Komolyan hangzik. Zseniális hát itt csak idegroncs lettem. Idegroncs. És ez még a könnyebb pályák voltak. Na ma vizéknél a Hotline Miami 2-nél vannak igazán szar pályák igazából. Ott nagyon halál, halálos pályák vannak. Leszopja az ember a bokáját kb. Ugye? Ilyen részén sosem voltak, mint a Hotline-ban. Ha! Hát egy nagyon jó játék volt ez. Neked is tetszett szerintem, Gergő, csak titkolod. Meg szerinted is jó volt egyébként. Na, én úgy érzem, hogy neked is tetszett, csak nem mert nem mered bevallani. Nincs ott megint semmi. Úristen, úristen! Megszerzünk mindent! Mindent is! És itt még vannak itt ilyen nitrószarok. Hát ez jó. Mi? Az jó. El is sejtettem Google-ról, hogy nem létezik. Az valóban. Kihozza belőlünk az állatot. Dedehead. Váratom mi emultjaimból és betettem ingyenesbe. DC-n használunk. Szerintem úgy fair. Úgy fair. Neked gogon volt meg?
Úgy szopja lehet a biziló. Meg jó volt az pedig szerintem. Úgy gyakorlatilag én még nosztalgikus érzéseim voltak, amikor izé néztem a Veránál, hogy azért de jó zene, de jó volt a zenéje ennek a pályának, meg de jó pálya volt, meg ilyenek. Mert egyébként az első rész még nem volt olyan tragikus. A második az már szarabb volt. A második már voltak gondok. De a... Az első még egész jó volt. Oké. Okay. Bassz! Anyádat. De. Nekem ott idegbaj kerülgetve rá gondolok. Még egyszer Ripa kezdtem megkedvelni. Egyébként pont a Hotline Miami 2-nél kezdtem megkedvelni, mert pont ott voltak ilyen kis kreatív részek. Egyébként voltak ott nagyon jó részek, nagyon jó pályák. Viszont voltak cserében nagyon szar pályák is egyébként abba. A Hotline Miami-ben ott ilyen átlagos, nem voltak annak kiugró pályák sem. Kiugróan szar, meg kiugróan jó pályák se. Inkább a kettőbe. Na most megérdemelt pihenésként mehet a Sonic Frontiers. Na és mert már sikerült végre a tutorial pályát, az legelső pályát megcsinálni egy sankra? Azt már tolni kell neked, azt már le kell tolni, hát főleg, hogyha te ízért akarsz... Azt akarod, nem tudom, hogy spoilerezem el most egyébként, de... Anyád. 0,5 másodperc nem sikerül. Hát lehetetlen. Baszd meg. Mit mond ilyenkor? Ami almát mond. Nem tudok almát tenni, vagy mit akar mondani ilyenkor csöves bánat. Gyere már te. Na itt is lenne egy ilyen gemes tuszli. Na, baszki. Nem mutatta a játék a fuga fehérjét a hülye szemétje. Azt mondja, hogy ez Szotyi képű beleúrhatott engem a vízbe. Szotyi képű. Szotyi képű. Ez Sultán a King. Hát az biztos. Ő a legkirályabb a világban. A legagykurkászabb lófasz. Hogy lehet ebből kivenni? Nem lehet kiszállni a izédből? Ezt hogy szerzem, ezt értem meg? Hogy lehet kiszállni a motorcsónakból? De át kell ugrani. Ugrani? Hát hogy? Nem is lehet ugrani ebbe ezzel a szarra. Ja, hogy így most konkrétan nem a izével, a csónakkal? Várjál, hagyom meg akkor. Hogy így fogni? Komolyan hangzik. Az kemény. És most vissza. De jó! Lekötelez uram, na majd nem sokára küldöm. Viszont mi ott mi az a Szotyinál látom. Hát nagyon szereti a Szotyit egyébként szerintem, a kedvenc étele. Szotya meg a bableves. Hogy kell akkor? Viselhet, hogy kell? Megmutassuk? Majd mi figyelj, ma segítünk a Verának majd, hogy
hogyan csinálja meg S-sankra a pályákat. Hát muszáj lesz. Sonichoz muszáj lesz belehúzni. Nagyon profinak kell lenni, profin kell űzni az ipart. A lehető legprofibnak kell lenni. Profib, mint bárki más. Le kell verni engem is. Az én idejem, időimet is le kell verd. Kedves Fedez, muszáj. Nagyon fontos dolog megemlíteni. Na megcsináltuk. Csak megint nem szedtem fel, megint annyi dobozt ott hagyok, mert... Annyi titkos hely van a pályán. Mindegy. Mindegy. Hiszen jó, igen. Milyen szóval, hogy így raktam be. Fura amúgy ez a szétnyújtott számom. Ja, de demót meg gondolsz? Egyébként ezt a izére? A Twitch-edre raktad be akkor, és akkor... Igen, mert én is úgy csináltam, hogy raktam én is izére. Lefagyott a pauz, mi a fasz? Én nem is folyult még velem elő. Szerencsétlen kis medve. Úgy... most megyünk oda, most pont egyébként. Na szóval, hogy Cassinem benyomtam és nem engedi kinyomni. Hát ez egy jel arra, a játék jelezni akar neked, hogy nem sabar megnyomni. Nem sabar megnyomni. A pauzsét. Neked le kell toljad. Már halljál meg, mert ott vettük a dobozt. Na szóval, hogy... Jele annak, hogy nem engedi a játék, hogy pauzsoljál. Végig kell hallgass a cutscene-t. Végig kell nézed. De ez pont az a varázskos disznós megoldás ez. Csak most a izével a... Egy jeges macival. Ja, azt hittem, hogy sikül lehet, mert átmegyek egyébként. Sikerül elmegyek mellette. Ott is van a illa kristály. Legalább ezek elég egyszerűek. Megszerezni őket. Gyilkos bálnák. Karthágyú delfinek. Még pont meg lett. Íha! És itt... és itt vagyok, hol lehetnek például a felkiáltójeles dobozok? Hol lehetnek vajon a felkiáltójeles dobozkák? És ott hagytam a dobozt! Inkább ha is meg, nem is baj. Ó, megvan. És ott van. Yeah. Haha, ez az királyság. Emeraldo. Donandarone. Pro gaming move, azt mondja. Hát persze, nincs ennél basszú, mint a Pro Gaming Move. A legprobb. Mindig erre kell fogni, a Pro Gaming Move-okra. Nem a játékosnál, hogy nem szabad használni a izét. Nem szabad. Kell szinte eszkippelni. Rád lesz a vége. Egyébként te vele a többet tovább mentél, nem? Most nem csak a tutorial első pályát próbálgatod, hanem ettől függetlenül tovább mentél, és csináltad tovább a ilyen nyílt világú tevékenységeket, gondolom. Nem?
Itt lehet gyűjteni. Ezen a Warproom részen csak ott, hogy csak egyetlen egy darab zsömet lehet összegyűjteni ebbe az Eel Deal-be, mi a faszba. Crash Crash, az komoly név. Látom, nagyon rá akar venni egy Hotline 1-2 játszásra. DS2 Deathless címek mellett. Az durva lehet, hogy egyébként DS2 Deathless mellett egy kis Hotline Miami 1-2 újrajátszás. Ez meg így visszafele bandukolás lesz. Frontierben vissza lehet menni előző szigetekre? Hát persze. Persze, vissza lehet menni. Bármikor, sőt gyakorlatilag a sztorin belül is bármikor vissza lehet menni igazából. Bármikor. Csak a World Map-re ki kell menni, és bármikor át tudsz teleportálni, tudtam ma, úgy emlékszem. Én ezt különnéztem, még egy bot is öltöm, csak bilencsivel nagyon weird. Hát bilencsivel nem csodálom, elég szar lehet. Építettem egy nálás a City Skylines-ban, tehát csak alap rajzát tekintve, mi a fasz? Nézzi, mutasd! Mi a fasz? Építettem egy nálást, ilyesztől. És ez még mindig nem a izé, jegesmedvés. Én ma azt hittem egy pillanat, hogy ez jegesmedvés lesz. Még hogy lesz a bablevesbe majd? Alig várom már azt a részt, amikor az hogy lesz a bablevesbe majd a Kristóf jó voltából. Ó, oh, egy csuszi van itt. Mi az ott? Mi az? Ez ilyen kettős tudsz? Itt most konkrétan itt egy kicsit hátrafele is kell menni, és egy kicsit előrefele is össze-vissza menni. Érdekes. Ilyen se volt még eddig, hogy ilyen vegyes. Hát itt I don't know, mert nekem a Hotline játékot tényleg sülik a mellett. Hát jó, egy Deathless Run-hoz képest, abszolút. Ez ilyen nyíl, hogy visszateleportál ide? Hát jó. Szóval azt megértem, egy Deathless Run-hoz képest abszolút chillesebb rán azért. Egyértelműen. Meg hát nyilván, hogyha most már az ember már azért játszott már a játékkal, és nem elsőre tolja, akkor azért már jobb azért a Hotline Miami. Én nekem is valószínűleg már az jobban menne, mint elsőre. Basszál meg! Basz meg! Ne! Rossz gombot nyomtam. Ó, titkos hely. Meg hát nyilvánvaló, hogyha most így gondolkodna az ember egyébként, hogy most vajon DS2 Deathless Run-t kéne toljak, vagy mondjuk nyomjak egy Hotline Miami-t újrajátszásba? Hát akkor már inkább egy Hotline Miami-t. Hát esküszöm, én inkább azt választanám. Ennyi, easy, na, meg lett. Hány másodperc szeret meg az S? Már alig várom, amikor elkezded már Vera és a testpatoládon majd azt nagy izét, azt a bizonyos tuccot. Az jó. Akkor nem kell megmutatni. Létre küldöm már. Elemben. Nem rossz az GG. Hát ez teljesen jó 42 másodperc, ez kurva jó. Meg is van a izé. Az a baj, nem is, én már nem emlékszem arra, hogy én mennyit mentem. Én már nem emlékszek arra, hogy mennyit mentem, sajnos. Nekem annyi izé van ott is, annyi cyberspace pálya, vagy már megfelelkezek már bizonyos pályákról. Bazd meg a leg... már szinte a végénél jártunk. Na. Vért izzadtam érte. Anyádat. Szóval GG. Gratulálok fel, akkor neked szép, akkor most már akkor mehetsz a következőre.
Na figyelj majd, na... Mert ez az első volt, nem? Ez az első volt. A leges-legelső, ami a Green Hill-en vagy most azon a zöld... ilyen zöld hüves pályán voltál. Green Hill Zone-szerű utcon. Felesleges izélni be azon, most eszembe, hogy szétbasznál úgyis. Vagy nem basznál szét? Nem basznál szét, geci, a kurva isteni, ott hagytam az egyetlen szart! Kicsálva, faszén durtad szét. Kurva életbe. Na szóval majd a következő lesz, ami tényleg nagy vértizadás lesz egyébként. Isten, ne nézz el, hiába ne menj! Jól már, Kristó? Rendesen a picsulálva bele. 41 lett. Neked, Máté? Nem tudom. Nem emlékszek rá. Majd elküldöm, majd elmondom majd streamen kívül, majd. Streameken kívül. Streamek után. Micsoda pálya. A vakon túró, van a túró terület ez. Uha. Milyen sokkolós. Sokkolós, gránátos. Gránátalmás. Na akkor intézem majd a Hotline 1-2 streameket is, a Máté. Belát érdekli a téma. Érdekel, abszolút. Abszolút te! Hagyjál, menj ne! Higgetsz! Hú, most majdnem elbasztam. Az kemény. Mi van itt te? Hát emlélem, betámasz a zöld szart. Zöld felkeltő jelet. Az igen. Szóval a második pálya lesz majd igazán vértizatos szar. De a 1/2. 1/2, ami konkrétan kb. A egész játék legnehezebb cyberspace-es pályája konkrétan. Egyébként, de tényleg. Hogy már a Sky Sanctuary területen fogunk lenni, ott konkrétan valami 55 másodperc alatt kell beérni S-rangra. Szóval S-rangot azt nagyon nehéz összegyűjteni. Ott tényleg nagyon szar lesz. Ami folyamatosan, hogy mindenki kivitte, Dry-t is megfogta annól a gél. Igen. De akkor Dry azt kivitte, nem? Dry azt lenyomta a Hotline Miami-t. Na itt is konkrétan két különböző helyre lehet meszektetni. Anyád. Ne már! Még azt hittem végre vége a Hotline fassának, erre meg újra előjön. Hát látod. Egyszer minden előjön. Hát hogy veszük a Darthosok is előjöttek újra. Ez mi? Ó. De most ez... De ott hagytam, hogy ez... Ja, itt már lehet ilyet is csinálni, mert mászkálni is lehet. El volt az öldizés. Na, ez tök fasza. Úr, emlékszem a Kristófnál. Rirán, Rirán Vipa azt mondja. Persze. Nem fixen benne lenne. Imád. Miután a Hotline, mint Anakin a homokot. Most így gondolkodnék azon most, hogy milyen hasonlatot tudnék egyébként most így mondani.
így megpróbálkozok egyel. Húha, mik vannak itt. Oh my fucking god. Ez meg a vége a pályának, és 9 darab maradt. Hol a rákba maradt 9? nem kellett volna szerintem lemenni. Na a másik irányba menni. Visszamenni, visszafordulni, vagy nem tudom, mit kellett volna csinálni. Na szóval, hogy... Mit játszanál szívesebben, Gergő, egyébként? Hotline Miami-t? Vagy egy jó kis Raftot? A jó kis survival game-et. Most már izé boss rám van, boss időszak van, vagy nem? Vagy nem boss time van? Mi ez? Down. Swap Hero. Ja, hogy nem szedtem fel a izét, a kristályt, az illbe. Inkább borász. Leszarás. Leszarás, hogy inkább borász. Ez durva. Szóval rá is kívül, hogy különösen tetszik a zigánytelep, azt mondja. A zibánytelep. De itt még nincs izé, majd nincsenek még mi a passzok. Szoros angolnák. Nem tudom, az angolnákat össze lehet ez úszni, vagy nem. Szok. Kristóf egyébként akkor most így... Benne volnál egy izébe? Last fate-ezésbe akkor majd jövő héten? Viszont a jövő héten az a szar, hogy ugye akkor délután most visszakos lennék. A délután menne a téma, de este lenne. Hagyja már! Hagyja már! És megpróbálok most erre menni. Tehát van egy checkpoint. Meg itt van egy titkos utc is. Bónusz pálya is egyébként. Nem jelent lenne nehezebb egyébként a jövő hét. Jövő hetet megoldani. 14 van. De ugyanez a... Ugyanezen a bónusz pályán mentem végig az előbb is. De akkor most... És hogy van ez akkor most? Na mindegy. Hát no para, nem kell aggódni ezek a dolgok miatt. Csak most, ja most itt volt az, amikor utat kellett változtatni, de egyébként nem csak ott kellett utat választani, hanem... Szóval Gergi, hogy örülj egyébként a témának, nem tudom, hogy még elérhető lesz addigra, de... Ja, ez volt az a rész. Szóval, hogy... Crash után, miután befejezsz ezt a crashezést, ilyen 9 környékén fogok Dark Souls hozni. Nem tudom, mennyire érdekel téged a Dark Souls egyébként, mert szerintem nem érdekel annyira téged a Dark Souls. Csak voltam, megemlítem, hát érdekel, de azt mondja, hogy nem érdekel téged annyira a Dark Souls. Na itt azért ide kell volna csak elmenni. Bazd meg! Hihetetlen. Teljesen felesleges, én hagytam őket, pedig csak jobb balra kell volna kanyarodni igazából. Kurva jó. Persze nekem bemjük a jó Last Fate. Last of Fate-tól. Hát még nem számít a kristófnak még az se, hogy esetlegesen mondjuk elalszik a iskolába esetleg, mert annyira hullafáradt ez bazdnek, hogy fél egyikkel majd fennmaradjon azért bazdnek, hogy a Last Fate-ben guide-oljon engem bazdnek. Nem büdös öregek, kit érdekel? Nem büdös öregek, kit érdekel? Egyébként... Nem tudom most... Nincsen delay annyira a chatben, nem? Vagy most...
Mint ha azt venném észre, hogy egy kicsit delay-es lenne a stream, vagy nem tudom. Nem, mert megszoktam. Hát ez egy oké, ez egy dolog, hogy te megszoktad, de vajon a tanárok is megszokták? Na, ez a jó kérdés. Hussá, mennyi. Úgy, mint a kis torszóta, csak úgy fogja azt átrólan az egészen. Nem tudom miért, de valamit a tehető a kameraszögek miatt is, meg az egész meg a pixelesebb grafika miatt. Mint a Crash 2, mint hogyha ez a kúszásnál, amikor itt mászolt ezeken a rácsokon, mint hogyha egy kicsit ilyen nagyobbakat mászna, vagy nem tudom, vagy nem. Megvan egyébként a maxos izé. Dobos mennyiség genyó. Haha, emerald. Emerald. Mert a kristály is. Suniból a diákoknak vagyunk, a tanároknak nincs. Ja van, mert jön a szülő és megdárdázza a tanárokat. Ja, hát igen.